Nyugodtan mondhatjuk, hogy alapjaiban változott meg az élsport. Egyrészt nyilván szakmai oldalról, tehát az edzőknek a munkáját jelentősen megkönnyíti, nem csak a szemükre kell hagyatkozni, hanem rengeteg adat, felvétel áll rendelkezésre. Ugyanakkor ez a teljes sport irányítást is megváltoztatja. Egyrészt az edzőknek kinőtt egy új generációja, a laptop edzők, akik teljesen máshogy gondolkodnak, viselkednek, mint a korábbi generációk. Másrészt a vezetők, menedzserek sokkal nagyobb rálátással rendelkeznek arra, hogy mi folyik a pályán, tehát azok az adatok, számok, amelyek számukra is elérhetőek, azok most már kinyitják a fekete dobozt. Az egyik terület a mérkőzéseknek az elemzése, másik terület pedig az edzéseinknek az elemzése, hiszen az edzések alapján tudunk teljesíteni a mérkőzéseken, és a mérkőzések alapján rakunk össze olyan edzésmunkát, ahol adott esetben azokat a hibákat javítjuk, amiket elkövettünk előző héten egy meccsen, és az alapján tudjuk pontosan milyen a játékosoknak az edzés teljesítményét, hogy más nem mondjak, ez nem csak abban nyilvánul meg, hogy a meccsen tudnak magas szintű futball teljesítmény nyújtani, hanem abban is adott esetben, hogy kevesebb a sérült játékosunk, mert folyamatosan monitorozzuk őket. Az edző szeme, amit nehéz pótolni, mert az adatokat benyeljük, hogy mennyivel vagyunk jobbak, mennyivel vagyunk gyorsabbak, hogy kéne csinálni, hogy még többet tudjunk belőle, de valóban jól áll a lábunk, jól terheljük futástán, mind a két lábunkat ugyanannyira nem fog fájni a térdünk, jó cipőt hordunk, tehát hogy milyen cipőt hordjunk. Hogyha az úszósportból kellene hoznom egy példát az elmúlt évtizedekből, akkor talán érdemes lenne kiemelni, hogy az úszó dresszek milyen fejlődésen mentek keresztül, hiszen elképesztő, és mi azt kell mondjam, hogy tátott szájjal ott álltunk és néztük, hogy mi van, mert lassan úgy éreztük magunkat, mint a Forma 1-es pályán. Mindig az az ország kilőtt, aki éppen abban a márkában volt, akik legelőrébb jártak, tehát a legjobban, leginnovatívabb, leggyorsabb úszódresszeket tudták gyártani. Én egy olyan lábat hordok a hétköznapokban, ami elektronikus berendezés is egyben, és egy applikációval tudom ezt szabályozni, illetve lekövetni, hogy milyen adatokat mér az eszköz, ami nagyban hozzájárul a hétköznapjaimhoz, és ha már technika, akkor a futólábam is egy elképesztő szerkezet, amivel nagyon gyorsan és nagyon dinamikusan tudom a mozgásformákat megcsinálni.